a TIA-nak és a stroke-nak a tünetei, ugye említettem, hogy az életkor az egyik legkomolyabb rizikófaktor. Minél idősebbek vagyunk, annál nagyobb kockázatunk van, hogy stroke-ot kapjunk, de hangsúlyoznám, ez nem azt jelenti, hogy csak 60-70-80-es korban lehet stroke-ot kapni. Tehát sajnos adatok alapján, a hazai adatok alapján magyarországi stroke-betegek olyan 27, közel 30%-a a kereső korosztályba kerül ki. Tehát sokszor 50-nél fiatalabb betegekről van szó. És vannak 20-30 éves, sőt még nagyon sokszor gyerekkori stroke esetek is. Tehát nem lehet ezt úgy értékelni, hogy 20 éves korban gyakorlatilag egy ilyen tünet, ami hirtelen beszédzavar alakul ki, akkor legyincsünk rá, az biztos, hogy nem stroke-ról van szó. Tehát egy 20 éves is ugyanolyan eljárás ugyan sürgősséggel mentőt hívva kerüljön gyakorlatilag a lehető leggyorsabban a stroke centrumba. Fiatalkorban is lehetnek olyan betegségek, hogy akár egy fiatalkori betegnek is lehet már egy gyerekkori óta fennálló magas vérnyomása, de lehetnek olyan beleszületett szív problémák, fejlődésére ellenségek. Az ereken nem feltétlenül érszükület alakulat ki, hanem például az erek fizikai terhelése, szakadás alakulat ki rajtuk. Tehát magyarul fiataloknál is megvan a megfelelő mechanizmus annak, hogy bizony stroke kialakulhat. Úgyhogy koncentráljuk arra is, hogy fiatal korosztály is vegyen komolyan ezeket a jelenségeket, és azonnal menjen a sürgősségre. Néha kiderül, hogy ártalmatlan ok utánozhat sztrókot, de az már a neurológus feladata, hogy nyilván differenciálja a sztrókot ezektől az úgynevezett sztrókot utánzó betegségektől.